Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Ha velem tartanak az aszcendensben, akkor kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Megtudhatjuk, hogy milyenek a szűzjegyűek, és hogy mit árul el rólunk a horoszkópunk. Mazák Katalintól szépségápolási tanácsokat fogunk kapni, és megtudjuk azt is, hogy miért fontos, hogy a különböző bőrelváltozásokkal foglalkozzunk. Tartsanak velem! Akkor most figyeljenek, akik kíváncsiak a horoszkópjukra, de soha ne felejtsük el, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, azt pedig lehet elősegíteni. De azok is figyeljenek, akik arra kíváncsiak, hogy milyenek a szűzjegyű emberek, és hogyan tudjuk őket a legjobban kezelni. Kos. Mindent egyszerre szeretne megoldani, mindenbe belekezd, és a végén káoszba torkollanak a dolgai. Érdemes lenne előbb alaposan átgondolni, és lépésenként megtervezni, mit mikor fog tenni. Sok időt és energiát spórolhatna magának, ha most nem megy a falnak fejjel, mint az igazi kosok. Bika. A döntései súlya nyomja mostanában. Fontos lépések, esetleg költözés vagy munkahelyváltás után a hétköznapokban nem annyira egyszerű minden, mint ahogyan az elején gondolta. Nincs mit tenni, meg kell keresni mindenben a jót, és onnan kiindulva jobb álláspontra helyezkedve haladni tovább. Ikrek. Régóta halogatott dolgokat sikerült mostanában tető alá hozni. Nem kell az újtól sem félni, hiszen már érzi, hogy mennyi minden egyszerűsödött már is. Ha a hozzáállása megfelelő, akkor minden jól alakul majd. Csak azt ne feledje, hogy nem szabad feladni. Rák. Mindig alaposan megfontolja a dolgokat, néha előbb hátrafelé megy, és csak miután lendületet vett, sikerül a végeredményre koncentrálni. Ehhez képest mostanában nem is lesz olyan lassan elinduló, inkább a határozott, gyors döntések lesznek jellemzőek erre az időszakra. Oroszlán. A kihívások most nem igen pezsdítik fel. Fáradtnak, enerváltnak érzi magát. Azért arra figyeljen, hogy vannak rossz akarói, és figyelik az első hibáival, hamar szembesítik majd. Egyszerűbb lenne koncentrálni a munkára, mint később a hibákat javítgatni, illetve magyarázkodni, ezt tartsa szem előtt. Szűz. Boldog szülinapot! Ezekben a napokban kissé jobban előtérbe kerülnek a nagy álmok, a megvalósításra váró célok. Ne legyen kis hitű, mindenre képes. Semmiképpen ne a feladás mellett döntsön, inkább alakítsa céljait lehetőségeihez. Mérleg. Mindennek megvan az ideje. Ha halogatunk, előbb-utóbb ugyan megtesszük, de lehet, hogy már késő. Törődjön többet szeretteivel, rokonaival, barátaival, mert ha megelégelik, hogy mindig csak futólag ér rá, és mindig a problémáit hajszolja, bizony lesz reklamáció. Skorpió. Legfontosabb most az egészség, figyeljen a táplálkozásra, mozgásra, és minden rendbe jön, még az is, ami mostanában kissé labilisnak tűnik. Van elég energiája, és eléggé kézben tudja tartani a dolgait. A munkában zsúfolt napok jönnek, de úgysem szeret unatkozni. Nyilas. Itt az ideje, hogy kitalálja, mit is akar igazából. Ha akar egy állást, akkor célozza meg és tegye meg a lépéseket. Ha bármilyen adásvételben gondolkodik, akkor azt is lépje meg. Olyan időszak jön, amikor a halogatás duplán káros. Az egészségre is érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Bak. Sokszor sértődik meg mostanában. Nem lenne itt az ideje egy kis önvizsgálatnak? Ha mindenki szembe jön, akkor lehet, hogy ön van rosszabban. A munkában jó lehetőség kínálkozik váltásra, előrelépésre. Vízöntő. Legyen óvatos, mostanában kicsit túlhajtja magát, nem alszik eleget. Az immunrendszerének nem ártana egy kis támogatás. Egyen több zöldséget, gyümölcsöt, vitamint. Halak. Sok olyan dolog történt mostanában önnel, illetve a környezetében, ami felhívja a figyelmét, hogy az élet egy másodperc alatt meg tud változni gyökeresen. Értékelje át kicsit a mindennapjait és változtasson. Adjon magának időt, hogy kikapcsolódjon, éljen. A szűz egy nagyon érdekes, rendkívül intelligens ember, de alapos és rendszerető. A munka megszállottja. Ha találkozunk egy kollégával, egy munkahelyen, aki azt fogja panaszolni, hogy
mindent velem csináltatnak, mások helyett is én dolgozom. Minden az én vállamon van, mindent nekem kell csinálni. Következő mondat egy másik munkatársad, te azt csak hagyd békén, mert elrontod, majd én megcsinálom. Ettől lesz sok munkája, mindenbe talál hibát, minden tökéletesre akar csinálni. Ő nagyon sokat dolgozik, de semmit nem lehet kivárni a kezéből, mert nem tudja be, semmi sincs kész, semmit se lehet befejezni, mindent abban lehet hagyni, semmi sem tökéletes, mindent alaposan kell megcsinálni, de emellett rendkívül intelligens általában. Aggodalmaskodó, félti az egészségét, legtöbbjük hipokonder. Ők azok, akiknek a sírjukra az van írva, hogy ugye igazán volt. Még akik a horoszkópok iránt érdeklődnek, figyeljenek egy kicsit, hiszen arról fogunk beszélgetni, hogy mit is árulhat el a horoszkópunk, illetve milyen tanácsokat tudunk belőle kinyerni, miben tudja segíteni életünket. Azért fontos, mert ez a legszemélyesebb részünk, hiszen, mint mondtam, ez 4 percenként 1 foknyit változik. Ez adja az azonos napon született emberek között a különbséget. Tehát tényleg nem más, mint hogyha a reggel napkeltekor kinézünk keleti irányba, ahol a nap kel, az az aszcendens, a látóhatár keleti pontja. A nap azután, ahogyan a Föld forog, ugye az aszcendens halad lefelé, a Föld forgása halad a csillagképekben, innen pedig úgy látjuk, hogy kelnek föl a csillagképek, tehát minden bolygó, a Hold is föl kell, a Jupiter is, és így tovább. Most ez a felkelő pont azért fontos, mert meghatározza a személyiséget, az asztrológia tanai szerint a külső megjelenést, a külső megnyilvánulásunkat. Gyakran felvetődik, hogy mi a különbség a nap és az aszcendens között, melyik a fontosabb. A kérdés valahogy olyan, mintha azt kérdeznék, hogy a jobb kezem fontosabb vagy a bal. Még akkor sem mindegy, hogyha balkezes vagyok. Ugyanis másról van szó. A nap jegye az meghatározza, hogyan látjuk a világot, hogyan gondolkodunk, mit és hogyan akarunk, és az akarat szól a hangsúly. Az aszcendens jegye, hogy hogyan tudjuk megvalósítani. Gondoljunk egy festőre, aki eltervez egy festményt. A hold az, hogy az érzelmei szerint elképzeli, a nap szerint eltervezi. És akkor itt az aszcendens a kezünk. Hányszor szerettünk volna lerajzolni valamit, tudtuk, mit akarunk, hogyan. Jött az aszcendens a kezünk, ami kivitelez, és hát olyan lett, amilyen. Néha jobban sikerült, mint ahogy a képzeletünkben megjelent, néha meg csapnivalóan. Tehát a nappal elhatározunk, az aszcendenssel viselkedünk, kivitelezünk. Mondják, hogy a kos indulatos ember, lendületes, esetleg akár ez agresszivitásba is átmehet. És ha valakinek van egy kos napja, kos aszcendense, az tisztán kos lesz, tényleg lendületesen csinál mindent, nem az az elve, hogy gondoljuk át, fogjuk meg és vigyük, nem vigyétek, vigyük, csináljuk. Ugyanez a kos napú ember megmarad ilyen lendületesnek bika aszcendenssel, de akkor már azt fogja mondani, elhatároz, dönt gyorsan, vagy dübegurul. A bika azt mondja, azért ne olyan hirtelen. Ne kapjunk bele, ne bántsuk meg a másikat, ha lehet, gondoljuk meg, mit mondunk. A bika már egy kicsit lelassítja a kos nap indulatait. Ikrek aszcendenssel azonnal szóba önti a gondolatait, azonnal elkezd kiabálni a kos, ahelyett, hogy csinálna valamit, vagy csinál is, de kiabál, mert ő ikrekész szaladgál leföl, a bika nyugodtan cammogva csinálja a gyors elhatározás szerinti dolgokat is. Ugyanez már rák aszcendenssel egy kicsit több szeretetet próbál belevinni, dühöső is indulatba jön, de megpróbálja azért higgadtan, érthetően, a lelkére beszélve hatni a másiknak. Az oroszlán az oroszlán. Az elordítja magát, ha dübegurul a kos nap miatt az oroszlán. De az oroszlán azért büszke is, és adatartására az oroszlán aszcendens nem fogja önmagát megalázni azzal, hogy a dühét úgy mutatja ki, hogy az
dehonestáló legyen. Most itt tovább azért egy asztrológiai tankönyv lenne. Jó, hát akkor maradj. Most azért baj ez, mert sokszoros variáció, 12x12 variáció, de maradjunk a kosnál, és a kos elhatározását a szűz aszcendensű ember ugyanúgy feszíti belül az indulat, a lelkesedés, de azt mondja, hogy azért alaposan kell csinálni, nem elkapkodni, és meggondoltan neki fog, és egy kicsit legalább előkészíti a dolgot, bár abban is kapkod, mert ő kos napú és a belső feszültség viszi. Ugyanez a kos napú ember mérleg aszcendenssel mindig azt fogja keresni, hogy meggyőzzön másokat. Nem elég, hogy ő akar valamit, ő indulatos, neki ehhez partnerek kellenek, kell, akit meggyőz, és mindig szép szóval fog próbálkozni, mert tudja, hogy csak úgy nyerheti meg a másikat, megpróbál diplomatikus lenni, bár belül toporok feszíti az saját indulata. Kosnappal és Skorpió aszcendenssel az kétszeresen marsjegy. A kosnapú ember indulatait a Skorpió lassan, alaposan. Azt hiszem, a kosnap Skorpió az, aki azt mondja, hogy be kell áztatni a kötelet. Mikszátnak egy története, hogy a gazda meg akarta verni a feleségét, és mondta a szomszéd, áztassa be a kötelet, tegye egy lavor vízbe, holnap a jól megázott kötéllel jobban megbüntetheti. Igen, nem, de holnapig elmegy a mérge. Kosnappal Skorpió aszcendense nem biztos, hogy elmegy a mérge, és a beáztatott kötelet komolyan használni fogja. Kosnap nyilas aszcendenssel a kos lelkesedése a tüzes nyilas aszcendensnél kapkodásba megy át. Azonnal kapkod, és lelkesen egyszerre több mindenbe belefog. Ha olyan lenne, mint az ezerkarú avalokités, nem fogom kimondani, ha olyan lenne, mint az ezerkarú tibeti isten, akkor is kevésnek érezni a karjait, a lehetőségeit, kapkod, még jobban lelkesedne. Bakaszcendenssel már más. A kos indulatai a baknál már úgy nyilvánulnának meg, hogy ezt én most gyorsan elhatároztam, de alaposan végig is csinálom, ragaszkodni fogok hozzá. A kos nap és vízöntő aszcendens, csináljuk, nem csinálom, csináljuk, keressük a barátokat, a haverokat, akik segítenek, és osszuk meg a örömöt, a munkát, a hasznát. A halak aszcendenssel, hű, de meg kéne tenni, hát azért majd talán inkább holnap gondoljuk át, alszunk rá egyet. A halak az érzelmi ember, és nem kapkod el semmit, de a belső indulatai megvannak. Ha a halak aszcendenssel a kos megharagszik, az nem bántani fog, nem szidni, hanem azt mondja, hogy látod, mit csináltál, így bánsz velem, ezt érdemlem én, és a végtelenség a lelkét gyötri a másiknak, és nem pofoz. A kosról, ha már ennyit beszéltünk az indulatairól, tényleg indulatos, tényleg néha agresszív, nagyon jóra való, jóhiszemű, jószívű ember. A kos az egyetlen szülő, akinek elhiszem, ha azt mondja, hogy tegnap megpofoztam a gyereket, de jobban fájt, nekem jobban fájt, mint neki, a kos igazat mond. A kos könnyen megbánt valakit, azután nem győzi jóvá tenni. Megszokhattuk, hogy Mazák Katalin szépségápolási tanácsokkal lát el minket, részben professzionálisokkal, részben pedig olyan tippeket, ötleteket is kapunk tőle, aminek az alapanyagait a hűtőnkben vagy a kamrákban is megtaláljuk, és pikpak összedobhatjuk. Most sem lesz ez másképp, nézzük, kinek és mit tanácsol most. Milyen kezelést ajánlunk ma a kedves nézőknek? Egy gyulladás csökkentő kezelést problémás bőrökre. Miből áll a kezelés? Narancsvilágvizet fogok hozzá használni, fogok édesburgonyát, zellert, gríz kerül még a radírba, illetve propolisz, és a végén a napi ápolással fejezzük be a kezelést. Az édesburgonya ugye egy kicsit sárgás színű, nem kell-e tartanunk attól, hogy megfogja a bőrt?
Hát ha nagyon sokáig marad fent, akkor lehet, hogy egy picit elszínezi, de az a lemosásnál eltűnik az az elszíneződés, de hogy biztosra menjünk, egy gézlapot, amit narancsvirágvízzel itatok át, előtte felhelyezek a bőrre. Egyrészt komfortosabb is lesz így a pakolást viselni, másrészt könnyebb utána az eltávolítása, a ható idő utáni eltávolítása a pakolásunknak. Mostanában többször kerül elő a narancsvirágvíz. Miért jó ez, mire jó, kinek ajánljuk? Azért, mert ez egy vízgőzdesztillációval kinyert víz, ami tartalmazza a narancsvirágának a hatóanyagait. Nagyon jó frissítő, tonizáló, és nagyon sokféle bőrtípusnál használhatjuk, tehát sokrétű a felhasználási lehetősége, akár tonizálóként, akár arcpermetként is használhatjuk, illetve lemosások után egy kis frissítésre, és hogyha a hűtőben tároljuk, akkor még fokozhatjuk az érösszehúzó hatását a hideg által. Nos, akkor lássunk hozzá a kezeléshez, milyen lépésekből áll? Első rész abból áll, hogy letisztítjuk, előkészítjük a bőrt, bőrtípusnak megfelelő lemosással, azt követően narancsvirágvízzel tonizálom, majd összekeverek egy bőrradírt, ami grízből és gőzölt zellerből áll, amit pépesítek előtte. Ezzel átdolgozom a bőrt, eltávolítom vele a elhalt hámsejteket, és ezt követően helyezem fel a pakolást, ami az édesburgonya pépesített verziójából és pár csepp propoliszból áll. Miért pont zellerrel készítjük a bőrradírt? A zeller az egy ritkán használt és mégis egy nagyon jó hatékony, nagyon gazdag vitaminokban, nagyon jó vízhajtó hatású belülről alkalmazva, illetve arcápolásnál szeretem a bőrtónus kiegyenlítő hatását, ezért szeretjük így akár a zeller levét, akár így a pépesített verzióját is a kozmetikában. Fölkenjük a propolisszal dúsított édesburgonyánkat. Mennyi ideig kell hagyni hatni? Hát legalább 15-20 percig hagyjuk mindenképpen fent, és azt követően tisztítsuk le a pakolástól a bőrt, és a felesleget szépen felitatjuk, majd a bőrtípusnak megfelelő ápolókrémmel ápoljuk a bőrt. Van-e olyan, akinek nem ajánljuk ezt a típusú kezelést? Természetesen az összetevők bármelyikével kapcsolatos allergia esetén az adott összetevőt valami másra cseréljük, vagy elhagyjuk. Így fokozottan kell figyelni a propoliszra jelen esetben. Az a méhészeti termékekre allergiával reagálóknál természetesen elhagyandó rész lesz. Azt helyettesíthetjük akár teafaolajjal, pár cseppel, hogyha arra nincs irritáció. Illetve a zellerrel is vigyázni kell, mert viszonylag magas az illóolaj tartalma, tehát aki arra érzékeny, azt is el kell hagyni a kezelésből. Természetesen, mint minden házi ápolóinkat, vagy minden házi praktikához alkalmazott pakolást, itt is csak friss pakolásokat használhatunk, a felesleget azt el kell használni a nap folyamán. Már többször foglalkoztunk különféle bőrproblémákkal és azoknak a jelentőségével. Most sem lesz ez másképp, hiszen nem győzzük hangsúlyozni, hogy mennyire érdemes figyelni az ilyen kis apró jelekre, az apró elváltozásokra is, hiszen kis figyelemmel nagy bajokat előzhetünk meg. Mik azok az egyéb bőrelváltozások? Az anyajegyeken és a vírusos szemölcsökön kívül leggyakrabban a fibromákkal és a szeborreás verrukákkal szoktak hozzánk fordulni az emberek. Ezek hogy néznek ki? A fibrómák egy puha tapintatú, kocsányon lógó, halvány barna vagy bőrszínű bőrelváltozások, amelyek általában a nyakon, hónajban, mellek alatt fordulnak elő. Általában dörzsölődésnek kitett helyeken jelentkeznek. Okát pontosan nem ismerjük, de genetikai okok, illetve ennek a dörzsölődésnek a hatása szóba jön a kiváltásában. Kell-e velük foglalkozni, tehát okozhatnak-e problémát?
Bizonyos esetekben irritálódhatnak, ha olyan helyen vannak, amelyek dörzsölődésnek vannak kitéve. Ebben az esetben érdemes őket eltávolítani, illetve esztétikailag nagyon szép eredménnyel lehet őket eltávolítani, úgyhogy mindenképpen érdemes. Lehetnek-e ezek rossz indulatú elváltozások idővel? Jellemző, hogy ezek rossz indulatúvá nem válnak. Folyamatos irritáció esetén azonban olyan elváltozások indulhatnak meg bennük, amelyek során megvastagodnak, illetve folyamatos gyulladásban vannak, akár összetéveszthetőek rossz indulatú elváltozásokkal. Tehát minden olyan esetben, amikor nem tudjuk pontosan eldönteni, hogy valóban jó indulatú elváltozásról van-e szó, ki szoktuk venni sebészi úton, és szövettani vizsgálatra is küldjük. Említetted az eltávolítást. Létezik-e valami házi csodaszer, amivel ezt meg tudjuk oldani? Szoktak próbálkozni teafaolajjal, almaecettel, házilag fogsejemmel vagy hajszállal, elkötéssel. Én ezeket a módszereket nem javaslom, mert begyulladhatnak, és akár nyommal gyógyulnak. Nagyon jó módszerek léteznek a bőrgyógyászatban, amellyel szépen nyom nélkül el lehet őket távolítani. Mik ezek? Éles kanállal lekaparás, fagyasztás, illetve a legjobb módszer, amivel a legszebben, legjobb kozmetikai eredménnyel tudjuk eltávolítani, az a lézeres eltávolítás. Ez hogy néz ki? Mi történik a folyamat során? A lézersugárral nem érintkezünk a bőrrel. A lézersugarat ráirányítjuk az eltávolítandó bőrelváltozásra, tehát nem is érintkezünk az eltávolítandó területtel. Ezáltal a fertőzés veszély jelentősen csökken. A lézersugár elpárologtatja a szövetet, amelyet füstelszívóval elszívunk. Vérzés sem jellemző, mivel a kisebb véredényeket a lézersugár elzárja. Kell-e valamire figyelnünk utána, hogy például nem mehetünk napra, vagy nem használhatunk valamit, vagy víz ne érje? Van-e valamilyen utógondozási feltételünk? A fényvédelem az nagyon fontos, hetekig a beavatkozás után, hogy nehogy pigmentálódjon az eltávolított bőrelváltozás helyén lévő heg. Víz szoktuk javasolni, hogy ne érje pár napig, de egyébként hétköznapi tevékenységéhez visszatérhet a páciens, dolgozhat, nem igényel semmilyen különösebb utókezelést. A nagyobbakra szoktuk javasolni egy kis fertőtlenítő oldatos ecsetelés használatát. Van-e, akinek nem használható a lézer? A lézer tulajdonképpen bárkinek alkalmazható, nem szoktuk javasolni, ha fertőzött, gyulladt területen, gennyes pattanás közelében helyezkedik el az eltávolítandó bőrelváltozás. Egyébként nagyon sok mindent lehet olvasni, hallani, és divatos is volt egy időben, hogy lézeres, lézeres, lézeres. Mire jó még a lézer, és miért ennyire jó? A lézerrel nagyon pontosan lehet irányítani az eltávolítást, nagyon kis területre tud koncentrálni, nem bántja a környező szöveteket, nem kell varat. A fertőzés veszélyével nem érintkezünk a szövettel, minimális, lecsökken a fertőzés veszélye. A vérzés veszély is csökken, mivel a kisereket koagulálja. Varat sem szükséges, és ezáltal kiváló kozmetikai eredménnyel gyógyul, viszont nem minden elváltozás távolítható el lézerrel, meg vannak a szakma szabályai, hogy melyek azok a bőrelváltozások, amelyeket lézerrel eltávolíthatunk, és mi az, amit feltétlenül sebészeti kimetszéssel, illetve szövettani vizsgálattal kell eltávolítani. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a legjobbakat. Viszontlátásra!